Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Dr. Tihanyi Tamás vagyok, az ezoterikus tudományok doktora és mestere. Parapszichológus vagyok, és párkapcsolati tréner, és tanár is egyben, párkapcsolati tanár is vagyok, és vannak ilyen tanfolyamok, ahol meg lehet tanulni ezt a dolgot, hogy hogy lehet másik embereken, családokon, párokon segíteni. Ezzel is foglalkozom, és ugye sajnos most a műsor elején én is beszélek erről a problémáról, ami most történt a balesetről. Elnézést kérek, hogy nem vagyok nyakkendőbe. Azért nem vagyok nyakkendőbe, mert az ingem meg az akam benn volt a rendelőbe. Én kikészítettem két nyakkendőt reggel otthon, egy világosabbat, meg egy sötétebbet, mert nem emlékeztem rá, hogy milyen árnyalat kell az inked, és otthon hagytam. Ki lett készítve, de otthon maradt. Na, ugye történt ez a borzalmas tragédia, ez az autóbusz baleset, és én értek igenis az autóbuszhoz, nem keveset, értek a mai napig, van a mai napig nemzetközi buszjogosítványom, pedig nem járok, ez azt értsék a nemzetközi, hogy hiába van nekem egy normál buszjogosítványom, amit én kaptam itthon, külön el kell végezni, 5 évenként megismételni egy tanfolyamot, ami, és ott persze 70 ezer forintba kerül, és ott el kell végezni azt, és akkor 5 évig tart, hogy nemzetközi buszjogosítványa van a mai napig is. Azért van, mert hülye vagyok, elnézést, arra gondoltam, hogy néha talán, hogy kezdtelésből valami régi barátomnál felülnék, nem pénzért, felülnék buszra kicsit vezetni, tudja, mert régen vezettem sokat autóbuszt, és most nem is a buszvezetése, úgy kezdtem, mert utazási irodám volt, eleve autószakmám van, érettségi után azt tanultam, és a VKV-nál voltam egyébként inas, és utána pár évekre rá autóközlekedését végeztem. És amikor jött a rendszerváltás, akkor én vettem egy Ikarusz autóbuszt, még ez a régi kis nagyon jó strapabíró Ikaruszt, és azzal jártam, mint gépkocsivel előtte, 10 évig kamionsofőr voltam. És utazási irodáknak akkor még jártam, úgy ismertem meg a páromat, és mert én voltam a buszsofőr, meg később idegenvezető is, az rögtön az elején még nem úgy volt. Én nagyon fölkészültem, én Törökországról nagyon sokat tudok egyébként, másról is, de Törökországról nagyon sokat tudok, és ők, a törökök, a magyarokat testvéreknek tekintik. Van egy mondásuk, hogy Magyarisztán, Türkisztán, Kárdás, Attila, Bülyükséf, ez azt jelenti, tudok törökül egyébként, azt jelenti, a magyarok és a törökök barátok, nem testvérek, a Kárdás az testvért jelent, és Attila a nagyvezér, mind a kettőnknek a nagyvezére volt. A mai kutatások alapján a Szeldzsuk törzs, ami egy törzse a töröknek, ami volt, az a magyarokkal együtt volt régebben, nem tudni most pont hol, de nyilván a történelem azt tudja, és ők a testvéreknek tekintenek. Igen, másképp is, hogy később 150 évig itt voltak, és ezt nem respektálták, ugye nyilvánvaló. De mindegy, és buszsofőrként kezdtem, és utána, amikor volt már 3-4 autóbuszom, akkor utazási irodát csináltam, egy Tihanyi Travelnek hívták. És később minden filléremből egy másik autóbusz vettem, de kezdetben Ikaruszt. Az Ikarusz buszok sokkal jobb buszok egyébként, most már nincsen nagyon már, mint azok a nyugati buszok, amik voltak, sokkal kevesebb meghibásodása volt, kevésbé érzékeny autók voltak, kényelmesebbek voltak, mint a nyugati buszok, kevesebb ülés volt benne, de nagyobb volt a dönthető része, nagyobb távolság volt, és ugye sajnos azok a régi üvegek voltak még benne, emlékeznek, hogy ilyen gumikerettel, meg mit tudom én, de akkor viszont az ablakkalapácsokat elfértek, tudja, az ablaktörő kalapácsokat. Most pedig végig üveg, ugye most nem is tudom, hogy hol találtak ilyen ablaktörő kalapácsot,
mert nem lehet hova fölrakni a mai modern autóbuszokon, mert egybefüggő üveg az egész. De aztán valahogy biztos fel lehet, és aztán mondtam, hogy értek hozzá, volt saját buszműhelyem, ahol csak a saját autóbuszoknak a javítása történt, csak akkor nem volt könnyű még autóbusz javítani, amikor átértünk a nyugati buszra abban az időben, mert nem volt hozzá alkatrész, mindig ki kellett mennem Ausztriába, a Setras vagy a Neoplan szervizbe venni alkatrészt. És ezt úgy csináltam, akkor egy Devo Leganzám volt, akkor pont, most amikor pont eszembe jut, hogy feketén kellett csilinget venni, azt a pénzt ki kellett lopni, ki kellett vennem a pótkereket, nyilván az út előtt még, és annak a helyére be kellett rakni az alkatrészt, be kellett lopni. Mert nem volt, most ma már interneten mindent megrendelnek és hozzák, bármilyen típushoz. Sokkal könnyebb dolguk van, mindegy, hát amit kellett, azt csináltam. Meg volt, hogy szilemblokk, meg egyéb dolgokat legyártattam macsakoknál, meg különböző dolgokat. Szóval nagyon értek, a mai napig is értek hozzá. És szóval műhelyem volt, és olyan műhelyem is volt, ami busz átalakítással is foglalkozott, és olyan is, ami a saját buszokat javította. És ugye, amikor jártak a buszok minden Angliától kezdve Spanyolországig, Görögországig, mindenfelé, az általam tervezett utakra, akkor mindig éjjel-nappal hívtak a sofőrök, hogy ez a bajom, az a bajom, és akkor telefonon mondtam, hogy ide nyúljál, ezt csináljad, azt csináljad, amaz kell csinálni. És akkor, hát mert én nyilván valamennyire föl is néztek rám a kollégák, mert igenis értettem a buszhoz, és azért nem felejtettem el nyilvánvaló. Most ez az autóbusz, ez a Setra autóbusz, ami ez a baleset történt, a világ legjobb busza. Egy Mercedes alvázra, Mercedes sebességváltó, és Mercedes motor van, ami világ legjobb autóbuszának mondják a Setra autóbusz. Volt nekem annak egy ilyen autóbuszom, és az üzemanyag tartálya az a hátsó kerekek előtt középen van. És oldalról nem érheti ütés, de viszont ugye itt ugye állítólag ugye a kerekkel melegedett. Úgy tudom, ugye egy buszsofőr 9 órát, 2400 km ez az út, általában, lehet, hogy most 2500 vagy 2400, ez a franciai síút, és egy sofőr 9 órát vezethet csak, ugye úgy csinálják, hogy kettő van, és akkor egyik 4 órában az egyik, a másik 4 órában a másik, és akkor így meg úgy. És azt csinálták, úgy tudom, hogy ezek is teljesen szabályosan, hogy két sofőr elvezette Milánóig az autót, azok ott elmentek szállodába, és Milánóból egy másik két sofőr vitte el az autót Franciaországba. És onnan vissza, és megint váltottak ugye itt Milánóba. És a sofőr nem aludhatott el, mert egy órával előtte váltottak körülbelül Milánótól, Verona nincs olyan túl messze. De viszont, amikor én a Hungarokamionhoz mentem dolgozni nagyon régen a 80-as években, ott minket nagyon alaposan fölkészítettek, volt ilyen tanfolyam, nem mondjuk, hogy mostanában csak fogják és felülnek a kamionra, és ott megtanították nekünk, ha kigyullad a kerék, akkor az autóval nem szabad megállni, addig kell menni, míg teljesen lenne még, mert ha megáll, akkor a rakományra átterjed. Most itt nem rakomány volt, hanem sajnos emberek voltak. Állítólag ugye a kerekkel füstölt neki, és lehet, hogy tudta a gépkocsi vezető, hogy neki nem szabad megállnia, mert közel van az üzemanyag tartály a kerekekhez, és ha megáll, akkor tűződhet ki a buszba. És mivel nyilván labilis lett az autóbusz, hogy az egyik kerék ugye ilyen durdefektet kapott valószínű, vagy valami lassú defektet, és utána a surlódástól ugye kigyulladt a hátsó kerék. Valószínűleg tartom, hogy egy tapasztalt sofőr volt, aki tudta ezt, hogy nem szabad megállni az autóbusszal, mert azonnal ugye lángra lobbanhat az egész, mert ott van a üzemanyagtartály, és ha ég a kerék, akkor ott van mellette, és ugye akkor probléma lehet. És ebben is tulajdonképpen jót csinált, csak ugye nyilván megcsúszott, vagy nem tudom, többször az autó, és ugye nagyon marha nagy bal szerencsére,
ugye már nem tudta valahogy megfogni az autót, mert azért meg gondolom a falra ide-oda elment, és lehet, hogy még jég is volt valahol, nem lehet tudni, és ugye neki ment a pillérnek, ugye, és utána, mert azért meg megállt az autó, és meg ütés is jött ugye hozzá, hatalmas nagy ütés, mert 110-en ment a gépkocsivető, hatalmas nagy ütés, és ezért ugye alulról belobbant a tűz, és ezért történt ez a borzalmas dolog, ami történt. De azért szeretném az embereket megnyugtatni, hogy hatalmas nagy baleset 18 évvel ezelőtt volt, akkor meg az történt, hogy az meg egy béna gépkocsi vezető volt, véleményem szerint, mert ugye hozzászoktak ahhoz már a modernebb dolgokhoz a mai sofőrök, hogy van egy olyan szerkezet a buszon meg a kamionon, amit retardernek hívnak. Az azt csinálja, két fel létezik, egy olajos meg egy elektromos árammal működő retarder, az azt csinálja, hogy a sebességváltót fogja meg, nem a kereket, hogy a kerék nem elegedjen föl, amikor lefelé kell menni, de ő neki a retardere nem volt jó. Ilyenkor most hegyen lefelé ment, és nem tudta megállítani a kocsit, emlékeznek Ausztriába, kőszegi utasok voltak, aztán talakos diákok voltak, 18-an haltak meg, és nem tudta megfogni az autót, mert fölmegredt a kerék, mert az a retarder nem működik. Csak ugye megint csak ugye a tanulás, ugye nekünk ott a hungarok kamionnál megtanították, hogy legkisebb sebességfokozatban szinte abba kell lefelé menni, lépésbe, és közben egy aprókat fékezni. Nem szabad engedni, hogy felgyorsuljon az autó, mert fölmelegszik a fék, a gyorsat forog, és akkor nem fog. Én jártam olyan kamionnal, a hungarok kamionnál, hogy a fülke felénél volt összeheggesztve. És olyan fajta pótkocsim volt a nyergesbe, ugye lépcsőzetes volt, és hátul kiskerekek voltak, ez azt jelenti, hogy a kiskerekek sokkal hamarabb fölmelegszenek, mert kétszer annyit forognak, és gyakoribb a defekt is ebből kifolyólag. Ezt mélybölcsösnek hívták annak, hogy ezt a fajta kamiont. És képzeljék el, hogy a elődöm, aki avval a kamionon ment, annak fölmerett a féke, és a 3000 méteres Toroshegységnél szépen lement és legyalult a rakomány, és persze szegény ember is meghalt, és ugye hazahozták az autót, megjavították, ugye, és ugye feléne volt összeeggesztve a fülke feléné, ezért húzatos is volt nekem, és nagyon rossz volt a tére, nagyon kellemetlen volt ugye abba vezetni. És szóval itt van az, hogy a tudás, itt szerintem itt a buszsofőrnek meg volt a tudása, teljesen véletlenek összejátékkal lehetett ez az egész szituáció, nem szabálytalanság. Szóval azt akartam, hogy nem kell félni tőle, nagyon-nagyon ritkán fordul elő baleset. Ja, az a buszsofőrrel az lett utána, aki vezette, hogy 3 év börtönre Ausztriába kellett letöltenie, és soha nem tudta feldolgozni az esetet, és ahogy hazajött rá, fél éven belül öngyilkos lett az illető. Ugye hát nem készakarra van az ilyen eset. Nagyon-nagyon ritkán fordul elő buszbaleset, és főleg ha veszük, hogy mennyire sokszor megynek autóbuszok mindenfelé a világon, szóval százalékos arányban nagyon ritka, és most ugye tényleg egy borzalmas, most főleg a szülőknek, én nagyon jól tudom, amikor idegrendszeri problémákat kezelek, és nagyon értek hozzá, az az ember, akinek aki a gyerekét elvesztette, szinte soha nem jön helyre. Szinte soha nem. Egyébként nagyon sokat tudok segíteni ezen, és ha valaki esetleg szülő van, vagy valami hallják, mondjuk, hogy jöjjenek nyugodtan, ingyen segítek. Sőt, mint több a fülben van egy olyan pont, fülakupunktúrával, ha abban teszünk mágnesgolyót, akkor olyan szituáció jött, mintha talán nem is lenne a probléma. Olyan helyzetet, egész könnyen. Ha van valaki ilyen, ki mondják meg nyugodtan, ingyen szívesen segítek és megcsinálom, mert tudom, hogy mivel jár a szülőknek ez, de ez azért megmondom, mindenkinek szeretném mondani, hogy ne féljenek a biztonságosak az autók, ez egy fatális véletlen volt, véleményem szerint, és nagyon-nagyon ritkán, ez 18 év volt a másik, amiről beszéltem, nagyon ritkán fordul elő, nagyon-nagyon. Szóval
annyira minimális százalék esély van rá, persze aki most pont ott volt az ügyepeg, de tudjuk, hogy aki ezotériába jártas, hogy mi a karma. A karmát azt nem lehet kikerülni, vagy minimálisan. Azt jelenti a karma, hogy előre megvan nekünk írva minden. A repülő is akkor zuhan le, és azokkal az emberekkel, akiknek úgy kell meghalniuk. Akinek nem, az nem megy el az útra, vagy megmenekül, vagy valami történik. Itt is volt, aki nem ment el az útra egyébként, diák ebben a szituációban is. És nagyon nehezen lehet, és ezek ilyen karmatikus dolgok, hát köszönöm szépen, tudom, mindjárt elküldenek a fenébe, de nagyon, és nem kell félni, nagyon ritkán. 18 év volt egy eset. És azok hány ezerszer, milliószor mentek a buszok. Szóval nem kell, megint nyugodtan utazzanak buszon, rettenten sajnálom a szülőket, el nem tudják képzelni mennyire. Ugye nekem sok buszom volt, és volt egy utazási irodám, amit ugye lépésről lépésre alakítottam ki, elég ismert is volt a Tihanyi Travel, és lépésről lépre vetett, mindig visszaforgattam a pénzt, hogy vettem buszokat, minden, és 11 évig ment, ismert is volt, és nekem volt akkor egy jelenségem a közlekedési minisztériumban, ami a karmáról beszélek megint, hogy én már amikor volt nekem az utazási irodám, én már sok éve különböző tanfolyamokra jártam és csináltam, a utasokat kezeltem ingyen, meg különböző dolgok voltak, és volt egy jelenségem a közlekedési minisztériumban, aki zsarolt engem. Akkor két pártból állt a kormány, a Fidesző meg a Kisgazdákból, de ez nem egyikhez tartozott ez az ember, ez egy régi őskommunista volt, akkor is 60-valány éves volt, a régi őskommunista volt, és fölhívott telefonom, hogy havi 300 000 forintot kért tőlem, ha nem, és pedig föl volt véve magnóra is, és hiába küldtem el államtitkárhoz bárkihez, na mindegy, ha nem, akkor tönkre teszi a céget. Hát én ezt nem is hittem el, hogy ilyet lehet csinálni, megmondom őszintén. Nem gondoltam volna. Először is akkor még kellett Ausztriába kilépési engedélyt venni a közlekedés felügyeletnél, a 8. kerületben volt, a Baross utcában, és nekünk soha nem adtak kilépési engedélyt, mert ez a Hőni, bocsánat, nem mondhatom a nevét, ez az ember oda szólt, mert a minisztériumban volt egy aztán osztályvehető helyettes, hogy valamilyen rang beosztása volt neki, és hogy nekem nem adhatnak, mármint a cégnek nem adhatnak. Azt akarták elérni, hogy az utasokat ne tudjam kiszállítani, akár Görögországban nem ez volt, de Ausztria irányából Olaszország, vagy bárhova, Párizsba, vagy bárhova, hova jártunk, hogy égjen le a cég, és ne tudja elvinni az utasokat, ne legyen rá módja, azt akarták elérni, nem adtak. És akkor nem tudták, hogy Ausztriában meg tudtuk venni, de valami százszoros áron azt. És akkor azt csinálták, hogy minden buszindulásnál KPMS rendőr, összes utast végkérdezgették, minden, az összeset. A határa, amikor ért az autóbusz, oraszott a Győrsök-Propon megyei KPMS-eknek, és ott 5 órát is volt, hogy állt az autóbusz. Úgy csináltak, mint a vizsgáltak volna rajta ezt meg az különböző dolgokat. A buszokat nem engedték levizsgáltatni, ezért mindig igyekeztem egy másik céget alapítani, meg minden különböző dolgokat, és egy kicsit késésben voltak, már le tudtam úgy vizsgáltatni, hogy egy másik cég nevébe, de aztán egy-két hét múlva be tudták azonosítani, mert örökké ott voltak egy számítógépben a rendszámot. Volt olyan, amiben rendszámot is váltottam, hogy az utasokat el tudjam vinni, mert igyekeztek megakadályozni, ne tudjam elvinni az utasokat. Ennek az embernek a hatására, ami volt, és olyan helyzetet teremtett, hogy el nem tudják képzelni. És én írtam levelet a államtitkárnak, mindenhova senki nem hallgatott meg, és ráadásul bizonyítékon volt a hangfelvétel. Akkor a bátyám valami ismerősének volt ismeretsége, akkor a Kisgazdákkal volt, és
Az az ember el tudta érni azt, hogy az államtitkár hivatal fogadott engem, és az államtitkár helyettes egy hölgy volt. És akkor ugye ott el lehetett mondani a dolgokat, őt is beívták, és akkor fegyelmivel félretették. De közben azt hitték, hogy nekem közöm van a kisgazdákhoz, soha nem volt semmi, semmilyen politikai dologhoz nem volt közöm. Őt visszahelyezték a helyére, az embert, a fegyelmiből eltörölték a fegyelmit neki, visszahelyezték, és egyszer csak jött a minisztériumban októberben egy papír, hogy a nyár folyamán a cégem valamilyen papírt nem adott be nekik, ezért a cégnek az utazási szervező részét törölték. Minden más meghagytak, vagy még másik 10 dolgot, de azt törölték, hogy ne tudja dolgozni. 5 évre törölték, és, de azt nem csinálták, hogy kiküldtek, mint másoknak, mindenkinek küldözgették nyakra főre, hogy ezt küldjenek be, hogy írtak volna egy levelet, hogy ezt legyen szíves Tihany úr, ezt a papírt ugye pótolni. Ez pont az, ami NAV igazolás lett volna, de hát a NAV-hoz semmi közünk nem volt, mert autóbuszt én nem hoztam be, semmi ilyen dolog nem volt, és akkor megcsinálták ezt. És az történt, hogy én az összes vagyonunkat, meg még kölcsön is kértem, szállásokra tettük Görögországba, meg Olaszországba, hogy kifizetünk szállásokat előre, nagy részben, és akkor lényegesen olcsóbb árat lehetett kapni a szállásra, ami az utasoknak nyilván nagyon jó volt, mert olcsó utakra mehettek el. Rengeteg utat én találtam ki, nem fogják elhinni. Korfúra például én mentem először autóbusszal. Egyáltalán Korfura, Neiporiba is, Platamonaszra is, Görögországba. Voltak olyan utaim, hogy el nem tudják kérni, hogy csodálatos utak voltak. A olaszországi körutazások, amik vannak, majd minden nagyjának a alapját az én volt utam teszik ki, a Roma-Nápoly Capri, amit én csináltam annak idején. Nagyon szerettem csinálni, de szerettem ezt is, amit most csinálok, mert akkor már egy-két éve már csináltam. A lényeg az, hogy az történt, hogy földönfutók lettünk. Olyan szinten, hogy kenyére a gyerekekkel együtt, kenyére nem volt szinte pénzünk. A kínai piacon rakottam a rossz derekammal, hogy átmenetileg valamit. És akkor a karmáról azért mondom, hogy lehet, hogy azért történt ez meg, mert nekem már abba kellett volna hagyni, és csinálnom kellett volna az ezotériát, de mivel annyira sok áldozattal és sok munkával történt, ez, amit csináltam, nem hagytam abba, ugye? De abba hagyatták velem. És amikor rakottam a kínai piacon, közben elkezdtem, ott az utazási iroda volt, ott van a rendelő, elkezdtem szépen embereket kezelni, de úgy, hogy volt egy ilyen kis dobozka, és akkor én becsület kassza voltam, gondolt beletett, amit nem. És akkor úgy kezdtem tanfolyamokat csinálni, hogy éjszaka plakátokat ragasztottam, a saját plakátomat. Először thai masszázst csináltam, utána spirituális tanfolyamot. Éjszaka plakátot ragasztottam, jártam a piacra csomagokat pakolni, valamennyi kezelést csináltam. És ugye csináltam a thai masszázst, abból nagyon sokat, és annyira olcsón csináltam, hogy örökké volt munkám ezen a téren, mert annyira nagy tartozásaink voltak már, hogy minden áron valamit csinálni kellett. És ugye egyszer csak ugye teltek az évek, ugye, és akkor minden alakult pozitívvá, és a tudásom pedig nagyon, most szerintelen voltam. Igen, jelentős tudásom van, és ez állandóan változik, hetente változik. Most már olyan dolgokat tudok megcsinálni, hogy el nem tudják képzelni. Persze vannak ilyen tanfolyam, látják, hogy a hajam barna. Képzeljék el, már csak itt ősz oldalt, nekem a hajam tejfehér volt. Tejfehér volt a hajam. És mivel tudok a sejteken fiatalítani, amivel nyilván magamon is, és sokan, akik már évek óta nem voltak kezelésen nálam, és jönnek hozzám, mindig az, Tihany úr, hát nem ismerek magára olyan fiatalos. Mert akkora csodákat lehet csinálni a kezelésem, hogy el nem tudják képzelni. És mivel én eredetileg műszaki ember vagyok, akkor kitalálok valami módszert, műszaki alapokra teszem, ha kitalálok valamit. És de mindig arra törekedtem,
hogy az okot szüntessük meg a testbe, és rengeteg olyan dolgot találtam ki, ami valóban az okot szünteti meg. Higgyék el, ezek a keleti dolgok, amik vannak, nem. Nem szüntetik meg az okot. Teljesen más. Mi az ok? A legfontosabb ok a stressz. Ugye már sokat beszéltem róla, Sejé János, magyar származású, Kanadában élt, 30 könyvet írt 600 nyelven a világon, és ilyen kutató volt, aki a stresszt kutatta, Komáromba élt, most a fiam oda jár egyetemre, Komárnóba jár egyetemre, a fiam pont a Sejé János Egyetemre, és megállította a patkány kísérletekkel, mert a patkánynak az agyába, a talamuszba olyan szituációt idézett elő, ami a stresszt idézi, és időközönként megvizsgálta a patkányokat, és meglepődötte, hogy minden bajt 95%-ban stresszt csinál, úgy lelki, úgy fizikálisan. És egész megfogonástól mostanáig, ahogy egy hordó telik, jön bele a stressz. Egyre több is, persze annál attól függ, hogy mennyi, hogy kinek milyen jellegű élete van, meg milyen munkája, meg mit tudom én. Én találkoztam elképesztő stressz szintű emberekkel, és a stressz ráadásul még 10 évvel is megrövidítheti az életünket. A magyarok általában hamarabb halnak meg a többi népnél, az európai népeknél, és ez pont azért van, mert nagyon stresszesek vagyunk, és ebből kifolyólag jön létre. Szóval a stressz, én tudom jól, mások nem tudják, kitaláltam, hogy megfogonástól mostanáig hogy lehet kivenni a stresszt az emberi testből. Amikor elmennek tőlem az emberek, halálnyugodtak lesznek, komolyan mondom. Akkor hogy kell beállítani a csakrákat? Senki nem törődött fel ezzel, mai napig most se. Mindenki tanít mindent, hülyeségeket, csak az okosság nincs meg. A lényege a dolognak, és a másik, amit mostanában csinálok, az őseit kezelés. Ugye már mondtam múltkor is önöknek, és ez csak egy kis részeket mondok a dologból, amit csinálok. 20 éves korunk után a sejtjeink nem termelődnek újra. Ugye a csecsemőrigy is ugye kezd el sorvadni, az immunrendszerünk fontos része egyébként. Amit termelt addig limfocitát, az van, de több nincsen. 20 éves korunk után ugye nem elpusztulnak a sejtjeink, szép lassan, hanem alvóba mennek. Ha jön hozzám egy 65 éves ember kezelésre, általában ez eredeti 20 éves korának megfelelő sejtekhez képest csak a sejteknek a 65-70%-a dolgozik. A maradék 30-35% nem, és minél idősebb, annál van olyan, hogy 60% dolgozik csak a testébe. Képzeljék el, a többi sejt nem, az alszik. Sokkal kevesebb sejtnek kell végrehajtani a problémát, mint amennyi eredetileg volt 20 éves korunkban, ugye ott fejeződik be a dolog. És én ezt meg tudom valósítani, hogy ezek elkezdenek dolgozni szépen a testünkbe. És nyilvánvaló az ember sokkal jobban érzi magát, sokkal erősebb, rendkívül nyugodt lesz az illető ezek után, ami van, és sejtszinten minden megváltozik. Hát a keringés meg az egekbe, szóval akkor a keringés jön létre. Szóval nagyon, nagyon klassz dolgokat tudok, és az a bajuk az embereknek, hogy mindig várnak. Ugye nincs mellékhatás, itt ugye nem kell szedni semmit nálam. Mindig várnak. Mire várnak? Tapsra? Addig várnak, mi meghalnak? Hát az érrendszert pillanatok alatt megváltoztatom egyébként, és nem járnak hozzám és szükületesek. Én levágatja a lábát. Én most nem úgy értem a levágatás, hogy kész akarva. Nem tesz magáért, és levágják a lábát. Hány ezer emberen tudnék segíteni? És csak alig-alig jönnek. Hány ezer emberen? Én nem tudom felfogni egyszerűen. Ezt komolyan mondom. Hát más nem megpróbálom. És ez csak egy szelet, amit mondtam. És az, ami másik, hogy hány embernek az életét már megmentettem, de mennyit? Nehogy azt higgyék, hogy agyon megköszönték volna. Most nem régen is volt ilyen. Ugyan a lánya megköszönte, de az anyukáját mentette meg, az nem köszönte meg. Fő nem hívna a telefon, Tamás, köszönöm szépen. A lánya megköszönte, de ez nem ugyanaz, tudják. Szóval nem ugyanaz. Szóval, és mindig azt mondjuk, hogy ráérünk arra, amíg ráérünk, és közben egyre nagyobb és nagyobb baj lesz, különösen a szív- és érrendszeri problémába.
mert a stressz megcsinálja, tönkreteszi. A szívinfarktus azért lesz, mert az idegrendszert is megtépázza ugye a stressz, és gyorsabban ver a szív. És egy idő múlva a szívünk elfárad, de nem azért lesz. Azért, hogy a koszorúak, amik rajta vannak, ugye az oxigénszállítást csinálják a szívem, azok összeszükülnek, nem is összeszükülnek, hanem lerakódás lesz bennük a stressz hormon hatására, és egy pici kis luk marad már, csak ugye úgy ver, alig kap ugye a oxigént már a szív, és a vér a stressz hatására negyede idő alatt megalvad. Negyede, és egyszer csak elzáródik, és puf. És rettentő jó le, ha csak a stressz kiveszem, és semmi más csinálok, már azok megszűnik, és már. Szóval rettentő nagy változásokat lehet létrehozni, nagyon nagy segítséget, mellékhatások nélkül. Ugye nagyon sokat beszéltem ma. Ma is csinálunk egy nagyon 4-5 embernek ilyen kedvezmény lehetőséget, hogy olcsóban jöjjenek, de most jelszót kell mondani. Ha jelentkeznek telefonon, akkor el kell mondani hogy a jelszót, mert csak azoknak lesz lehetősége rá. És mi a jelszó? Paraszthajszál. Hülye vagyok, mi? Paraszthajszál. Nem tudom miért. Telefonálnak, paraszthajszál. És akkor mondja, szeretne járni a kezelésre, de nem rögtön kell mondani, csak ugye hülyéskedek, viccelődök. Szóval a lényeg az, hogy törődjünk magunkkal, tegyünk magunkért, ne várakozunk, ne tapsra várunk, mert szükségünk van úgy helyre jönni a szervezetünknek, szüksége van, hogy ne legyenek mellékhatások, és tényleg az okot szüntessük meg a testbe. Amit elmondtam idáig kezelésekről, azt el akarom mondani, hogy nem helyettesíti az orvosi kezelést, ez egy lehetőség a sok közül, és nem egyformán hat az emberekre, ezt el kell mondjam. Ez olyan, mint mondják, hogy kérdezem egy gyógyszerészét, orvosát. Hát kinek van gyógyszerésze meg orvosa? Na van telefonálunk, tessék parancsolni, Tihanyi Tamás Gábor vagyok. Jó estét kívánok. Csókolom. Szapó Éva vagyok, és egy állapot felmérést szeretnék kérni Tihanyi úrtól. Kedves Évike, szólíthatom így, hogy Évike? Hol tetszik lakni, merre? 11. kerületben. Remélem, nem a Morizsimont körtérem. Nem. Nem azért, mert én ott éltem az életemet, ugye a fiatal koromat a Morizsimont körtérem. Abban a házban laktam, ahol a McDonald's van most. Akkor egy teljesen másfajta étterem volt ott. Nem is volt valami gúny neve is, de reggel 5-kor nyitva volt az étterem. Annak idején. Én jó pár évvel ezelőtt beszéltem már a Tihanyi úrral, és akkor egy picit megtetszett engem érteni, mert hogy ami 2-3 szellemet mondott, hogy van rajtam, akkor ezek szerint azóta is rajtam vannak ezek hát, a bizonyos... Ha csak valahogy nem tűnt el imával, vagy valamivel véletlenül, de most is van szellem magán, azt tudom, mert érzem, tudja a dolgokat. Le fogom venni. Szerintem akkor is levettem biztos. Nem vettem le? Venni. Akkor nem, de ha most levenni, az egy örülne neki, mi? Le fogom venni a szellemet magáról. Ne izgassa fel magát fényes nappal. Na, szellem, 1-2 van. De van kettő, meg egy átok is van. Nem akarok kitérni a műsorba ilyen dolgokra, tudja? Jó, rendben. Amúgy sem szoktam nagyon elmondani, az átkot soha nem mondom el, mert etikai dolgok miatt, tudja? És a szellemet sem nagyon szoktam kitérni rá, mert akkor elmondom, hogy nő volt. Na, hányas lába volt? Na, ez volt. És jó, tudja, érti a kicsit a túlzásokat, hogy viccelek. Igen, de képesek az emberek 4-5 dolgot megkérdezni róla. Nekem arra nincs időm, én meg semmi értem, mit mondok. Nekem az a dolgom, hogy segítsek az embereken. Nekem nem dolgom, hanem ez egy megszállottság nekem, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Én úgy szeretném ezt csinálni, hogy viccesen mondva, vagy idézőjelben, vagy ott halljak meg a rendelőbe, érti? Szóval egész addig csináljam. Hát nyilván nem a rendelőbe szeretnék pont, de... Ennyi túlzás. Ezért mondom, nyilván nem, de hogy mondjam, biztos megértettem, amit akartam. Természetesen. Na. És hogyha ezen túl vagyunk,
Akkor az lenne még a kérdésem, hogy tavaly előtt hasnyálmirigy gyulladásom volt, hogy a hasnyálmirigyemet megteszene. Meg fogok nézni, persze. Jó, jó, na, van átok is, majd leveszem azt is. Az is van. Van, átok? Persze. Mindenkinek van, úgyhogy ne izgassa fel magát. De nem kell ebbe akkor ügyet csinálni, ez egy általános dolog. Ha kocsival megyünk, és elénk jön egy másik autó, és benne ülünk, tegyük fel, én megyek a másik elé. És azt mondja a másik sofőr, húha anyád, már ott van, érti, mit mondok. Szóval, igen. Szóval nem nehéz fölkapni, de létezik nagyon kemény átok is, ami akár meg is ölheti az embert, olyan is van. Értem, és ez a bizonyos átok, ez régen van rajtam. Ezt lehet tudni? Nem lehet tudni. Nem lehet. Nem. Azt se, hogy kitörtem. Csak kezdi, látja? Nem kérdezik. De csak kezdi. Örüljön neki, hogy leveszem, drága. Na. Jó, köszönöm. Na, megkezdem az állapotát. Azt mondja, mennyi stressz van a testében? 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Hát van bőven. Az immunrendszere 10%, tudom, mert a stressz leblokkolja az immunrendszert. Hiába szednek emberek dolgokat, ha ez nincsen a stressz kivéve, tudja, a testből. Uh-huh. Az immunrendszer le van blokkolva. Alig működik, érti? Szóval központi idegrendszer 10. Kedves Éva, Évike, ugye? Igen. Szokott fáradt lenni? Általában igen. Tudom, azért tettem fel a kérdést, mert magának az idegrendszere 10%-on van, akkor az egész test 10%-on van, tudja? Értem. És ilyenkor hiába alszik az illető, akkor is fáradt. Abszolút, ez egy, ki tud vagyok, alakítani, igen. Depressziót is ez? Ki tud alakítani? Van. Na, tud, gondoltam, igen. Csak nem mertem mondani, tudja? Igen, van az is, igen. Na, sajnos. Kedvesem, akkor egy kicsit figyeljen a habtestére, és akkor igen. Jön a kezelés, jó? Nyilván le fogom venni a lakóit is. Venni, és az átkot? Le fogom venni őket. Jó, kezel. Vagy jó, adjak köszönöm. Inkább párat, inkább. Kérem? Adjak inkább pár átkot hozzá? Nem, köszönöm szépen, szívesen, boldogan megválnék tőlük. Jó, vannak, akkor csinálom. Köszönöm. Kis csöndet kérek, jó, kedves? Na.
Hogy érzi magát? Hát, mintha olyan jó kis nyugalom szállt meg. Én mondtam, hogy nyugodtabb lesz, igen, mondtam. Igen, abszolút nyugodtabb lettem valóban. Köszönöm szépen. Tudja, most 100%-a működik a sejtjeinek, előtte meg 65 volt. Jézus. 65%-nyi sejt működött. 20 éves korához viszonyítva, most meg néztem közben, tudja, biztos látta. 65 láttam. Éves koromhoz képest. De annyi százaléknyi sejt dolgozott a 20 éves telihez képest, tudja. De most megint 100%, olyan, mint a 20 éves lenne. Egyébként, aki rendszeresen jár kezelésre, és alkalmazom ezt a módszert, valóban egyébként... Fogok menni önhez. Valóban lehet fiatalodni tőle, nem viccelek, valóban lehet tőle fiatalodni. De persze nem egy nap alatt, most ez nem működik. Persze. Köszönöm szépen, hogy hívott, és csokolom a kis kezét. A kellemet leteszed venni? Hát persze, levettem. Jó, akkor mindenem túl vagyunk. Csokolom a kezét. Köszönöm szépen, jó egészséget kívánok. Minden jót kívánok. Minden jót. Na, milyen aranyos, kedves hölgyvőt. Ez Évike. Na, várom a következő telefont, 061, meg is van. Jó estét kívánok, Tihanyi Tamás Gábor vagyok, tessék parancsolni. Jó estét kívánok, Ilona vagyok, Nagykárcáról, 63 éves. Egy állapotfelmérést szeretnék kérni. Hogy előre elmondta, jó csinálta, ügyesen. És kedves Ilona, ismerem én magát, már beszéltünk egymással? Valahol? Hó? Még nem sikerült. Nem, se tévébe, sehol még nem sikerült. Nem sikerült még felhívnom. Jó van, drága, akkor... Nem, de fogok menni a kezelésre. Hát nem árt. Na, akkor kezdjük a stresszel, jó? Mennyi van? 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 2000... Magán a stresszes munkája van? Vagy volt? Stresszes élete volt magának? Én nyugdíjas vagyok. De korábban stresszes? Stresszes vagyok. Mert igen, nagyon rossz a helyzet, 2000 egységnyi. Az immunrendszere 10%-on működik, a központi idegrendszer 10-20, de közelebb van a 10-hez. Mennyi vér megy a fejébe? 10-20-30%, a 100% helyett. Lábujjakba 10-20-30%. Szellemátok is van, magácská, mindenkin van szinte, elmondhatom. Akkor nem... dumálok, hanem csinálom a dolgomat, jó, kedves hölgyem? Nagyon szépen megköszönöm. Nincs, hogy nagyon szívesen, szeretettel csinálom, higgyel. Na. Hálás vagyok érte. Nem lakok túl messze magától, hogy Maglódon lakom, tudja? Igen.
Na, megtörtént a kezelés. Hallgatom. Halló? Hát, sokkal nyugodtabb lettem. Hát, még szép. Hihetetlen, de ennyi idő alatt sokkal nyugodtabb lettem. Hát, mondtam is, hogy nyugodt lesz. Meg melegség lehet. Van a fejében melegség, ugye? Álmosság. Álmosság. Egy perccel előbb még úgy éreztem, hogy az élvem lesz a alvás, és most úgy érzem, hogy már le tudnék feküdni. Hát akkor feküdjön a végre, Szemisor. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nincs hogy felkerülsném majd önt. Csókolom a köszönöm, kezét. Viszont hallásra jött őszaket. Minden jót. A kollégát megkérem, ne kapcsoljon már senkit, mert már vége van a műsornak. Ugye, és már arra sem, hát még energiát még adok, ugye, nyilvánvaló. És ugye beszéltem erről a borzalmas tragédiáról, ami történt, és ugye ez sok napon keresztül, a heteken, a hónapokon keresztül hallani fogjuk, de jobb volna, hogyha ezt elfelejtenénk. Néha az életben vannak nagyon kellemetlen rossz dolgok, ezen túl kell tenni magunkat, de nyilván egy darabig nem fog, mert állandóan erről fognak beszélni újságokban, tévében, mindenhol. Sajnos néha előfordul ilyen, vagy egy hasonló eset. De szerencsére nagyon-nagyon ritkán. Gondoljanak arra, hogy 18 éve volt baleset, és addig hány százezer millió kilométert tettek meg buszok mindenfelé, vagy még nagyon kevés számot mondtam, úgyhogy nem kell félni. Minden héten, vagy minden nap az Magyarország útjain ennél sokkal több ember hal meg személykocsiba, mint ami most itt történt. Lehet, hogy nem minden nap, de egy héten biztos sokkal több ember, csak ugye itt rögtön minden feltűnőbb meg teljesen más, mert autóbuszról van szó, és ugye a sajtó az ugye meg kell éljen valamiből, éjjel-nappal ezen fog csámcsogni, pedig épp elég bajuk azok van azoknak az embereknek, akik ezt szülőknek, meg a sérült embereknek, meg a hozzátartozóknak, akik ezt a borzasztó dolgot megélték. Azért mondom, hogy nem kell úgy gondolni ezt, hogy most itt a világ vége, néha-néha előfordulna tragédiák az életbe. Most sajnos előfordult. És borzalmas lehet a hozzátartozóknak, meg a szülőknek. Én magam sem tudom, hogy ugye nekem 4 gyermekem van, és ha valamelyik gyermekem ugye meghalna, hogy ezt hogy élném túl. De túl kell élni. Kell legyen bennünk erő. Ezt üzenem a szülőknek, hozzátartozóknak, és nagyon sokat tudok segíteni. Ilyen szituáció, hallották, hogy az emberek hogy megnyugodtak mindjárt kezeléstől. Rettentő sok, persze, meg nem, olyan keringés lesz ilyenkor a testükben, el nem tudják képzelni. Az immunrendszer meg több ezer teljesítménnyel működik. Szóval lényeg az, hogy akik ismernek ilyen embereket, akik most ugye ilyen szituációban vannak, hogy a szülő vagy hozzátartozó valakiük meghalt, szóljanak, szívesen ingyen segítek, ingyen. És még azt is felajánlom, hogy mivel mondtam, hogy van a fülbe olyan pont, ami annyira megnyugtatja az embereket stressz helyzetbe, úgyis hívják, hogy halálpont, ami a fülbe van, hogyha oda mágnesgolyót teszünk, és ha valaki hetente eljön, és újat rakott be, olyan állapotba kerül, mintha meg se történt volna a dolog. Olyan kedély állapotot, olyan szituációt hoz. Lehet, hogy hiába beszélek, mindig hiába szoktam beszélni, az embereknek inkább szedik be a marék számra nyugtatót, meg megbolondulnak, mint egy könnyebb utat választanák, ami pénzbe se kerül, meg segít is az emberem. Szóval ezt ennyit tudok én felajánlani. Annak ellenére, hogy iszap katasztrófa volt, én felajánlottam egy parasztházat Tiszanánán egyébként, hogy segítsek embereknek. Én igyekszem mindig segíteni, hiszen ha adunk, az a legjobb érzés, a szeretet, ha adunk, az sokkal jobb. Most nem fogok energiát adni, mert elment az idő nagyon, és hát majd legközelebb nyilván adok energiát,
vége lett a műsornak, és nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és mindenkinek a legjobbakat kívánom. Egy hét múlva élő műsorban megint itt leszek. Hétfőn este 9 órakor, és mindenkinek minden jót kívánok.